A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózatról fogunk beszélgetni, annál is inkább, hiszen a mezőföld szívében élünk, és azt gondolom, hogy az agrárgazdaság sorsa az mindig fontos számunkra. A vendégem pedig Molnár Tamás, a területi vezetője, a hálózat területi vezetője. Nos, amikor elindult, akkor elsődleges célként azt fogalmaztátok meg, hogy a kormányzati gazdasági és civil szervezetek tagjai között egy rendszeres kapcsolat, információáramlás és hát hálózatszerű együttműködés. Én azt gondolom, hogy az eltelt időszakban ez bebizonyosodott, hogy ez egy jó terv volt, nem csak eshetőség, így aztán sikerült elindítani egy olyan folyamatot, ami azt hiszem meghatározza a magyar agrárgazdaság fejlődését. Teszem hozzá a szaktárca segítségével, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége segítségével, támogatásával. Mi volt az alap? Kezdjük talán ezzel. És köszöntöm a kedves tévénézőket. Valójában ugye a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak az Agrárminisztérium háttérintézményeként a fő feladata az, hogy egyfajta hálózatosodást indítson el az agráriumban, tehát próbálja meg összefogni azokat a szereplőket, akik az agráriumban működnek, ebbe beleértve a gazdákat és azokat a szervezeteket, akiket ők segítik. És ami nagyon fontos, hogy hozzánk kapcsolódik minden olyan kommunikációs és mentori tevékenység, ami a uniós agrárpénzekkel kapcsolatos, tehát ennek a promóciója, a PR marketingje, ez hozzánk tartozik, és az a mentorálás is, hogy próbáljuk ösztönözni a gazdákat arra, hogy minél többet és minél többször használjanak fel azokból az uniós és kormányzati támogatásokból, amelyek rendelkezésre állnak, és azt elmondhatjuk, hogy nem csak, hogy rendelkezésre állnak, hanem olyan tömegben és mennyiségben állnak rendelkezésre, amely szerintem példátlan egyébként nem csak Európában, hanem a magyarországi agrártörténelemben is, hiszen nem csak az előző ciklusban volt egy óriási nagy összeg az agrártámogatásokra és a vidékfejlesztésre, hanem a következő ciklusban, most a 23-27-es ciklusban is majdnem 8000 milliárd forint az, ami agráriumra és vidékfejlesztésre fordítható. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy lehetőség és kiugrási lehetőség a magyar agrárium számára. Igen, a közös agrárpolitikáról beszélünk, de azért ismerjük meg, hiszen a szakmai műhelyek között a különböző álláspontok dívnak, és hát ez a szervezeti közös gondolkodás a legfőbb feladat. Hogy lehet ezt úgy összehangolni, hogy a magyar agrárium azért továbbra is fejlődőképes lehessen, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban először a Covid, tehát a koronavírus járvány, majd most az orosz-ukrán háború jelentősen megnehezíti ilyen értelemben a hálózat dolgát is. Igen, valójában a problémák mindig akkor kerülnek felszínre, amikor nehézségek beütközik egy szektor. Most ezek a nehézségek azért fokozottak, és látszik az, hogy az érdekkülönbözések azok felszínre kerülnek, de pont a mi feladatunk az, hogy leütessük ezeket a feleket egy asztalhoz, és akár megyei szinten, akár még lokálisabban, kisebb régió szintjén olyan fórumokat, kerekasztalokat szervezzünk, ahol a gazdák, az érdekvédelmi szervezetek, a NAK, a különböző szolgáltatók le tudnak ülni, és át tudják beszélni, hogy hogyan tudunk egy irányba mozogni. Én azt látom egyébként, hogyha a párbeszéd kialakul, hogyha ezek a lehetőségek adottak a szereplők számára, akkor egyébként az asztaltól mindig úgy állunk föl, hogy azok a pontok, amelyek mentén az agrárium irányban tud mozogni és jó irányba tud haladni, azok mindig megszületnek, és tudjuk azokat az érdekkülönbözeteket is kisimítani, amelyek esetleg felmerülnek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2,5 év sok hatása az, egy picit most kezd oldódni. Ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy ugye
Alapvetően majd ugye beszélünk a kapról, de hogy a legnagyobb segítség az agráriumban mindig azok a területalapú támogatások, amelyek akár kormányzati, akár uniós forrásból érkeznek. Ezeknek az érkezése lassan most már validá válik, tehát ott lesz, érezhető lesz a gazdálkodóknál. Illetve jól láthatóan a kormány elmúlt 5-8 éves gondolkodásmódja az agráriumról, az most már érezteti a gazdákban is azt, hogy igenis itt egy olyan területről van szó, ami nagyon-nagyon fontos mindenki számára, hiszen az élelmiszerről, az ételről van szó, arról, hogy mi kerül az asztalra, milyen minőségben, milyen mennyiségben, és ez szerintem a minden Magyarországon élő ember számára az egyik legfontosabb kérdés, és látjuk azt, hogy ez egyébként mind Európában, mind pedig a világban milyen kérdéseket vet fel, és milyen kérdéseket fog felvetni 10 év múlva, amikor ezek még élesebbek lesznek, ezek a kérdések. Úgyhogy én azt látom, hogy a gazdák látják, hogy partnerként tudnak gondolni, és partnerként tudnak tekinteni mind a szakmai szervezetekre, mind pedig az Agrárminisztériumra. Ha a szakmai szervezetek eszközrendszerét nézzük, akkor ide illik bármennyire is közhely, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, hiszen ez biztosítja a gazdák fejlődését elsősorban itt a mezőföldön is. Milyen lehetőségek vannak a kapon kívül, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy kicsit az ifjú gazdákról beszéljünk, hiszen ilyen értelemben azért látjuk, hogy az agrárgazdaság is azzal a gonddal küzd, hogy egy bizonyos réteg már, ha nem is kiöregedett, de abban az értelemben elvesztette a motivációját, tehát az új iránt, már pedig ez mindennél fontosabb. Hogyan lehet segíteni az ifjú gazdaköröket? Hát igen, ahogy ha nem is az, hogy az új iránt, hanem látni kell azt, hogy mint a világban mindenhol az innováció, a technológiai fejlődés az rohamosan megy előre. Az agráriumban is most már olyan precíziós technikák vannak, olyan új technikákkal kell dolgozni, amelyek sokak számára nehezen feldolgozható. És azt látjuk, igen, hogy nagyon nehezen megy az átadás. Valaki nem is tudja átadni azt a birtokot, azt a felépített gazdaságot, amit szeretne, hiszen nincsen kinek. Úgyhogy kettő irányból kell mozogni, kell segíteni azokat, akik ifjú gazdaként szeretnének belépni az agráriumba, és kell segíteni azokat, akik át szeretnék adni ezeket a gazdaságokat, össze kell őket kötni, és partneré kell őket tenni, nem pedig azt kell látniuk, hogy ők egymással szemben kell, hogy mozogjanak a piacon. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a NAK-kal együttműködve folyamatosan próbálunk mind a gazdaköröknek, mind pedig az ifjú gazdáknak nem csak anyagi, hanem tanácsadási szolgáltatást is nyújtani. Olyan mentor szolgálatot próbálunk kiépíteni és nyújtani lokálisan kis területeken, ahol az érdeklődő fel tudja tenni a kérdéseit, tanácsot tud kapni, és el tud indulni az irányba, hogy hogyan tud majd ő kicsiből egyre-egyre nagyobbá válni. Az agrárgazdaság kulcskérdése a vízgazdálkodás mindenképpen. Az elmúlt időszakban megtapasztaltuk ugye a súlyos asszályt követően, hogy gyakorlatilag a haszonnövényeink zöme ezt megsínylette, ahogy mi vásárlók is, a termelők természetesen. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. Nagy István agrárminiszter ugye elindította azt a folyamatot, hogy a csatornarendszer megújítása elengedhetetlen ahhoz, hogy tovább élhessen. Ebben hogy tud segíteni a vidékhálózat? Látni kell azt, hogy amikor az öntözésről és a vízgazdálkodásról beszélünk, akkor mindenki egyből arra gondol, hogy hát nincsen meg az infrastruktúra, mert hogy nem látja a földeken azokat a öntöző berendezéseket, amelyek ezt szolgáltatni tudják. De nem ez a fő probléma, hanem ahogy agrárminiszter úr is mondta, a víz a kérdés. Tehát nekünk most már úgy kell gondolkodnunk egy picit, mint azok a déli államok, amelyekben mondjuk nyáron esetleg nyaraláskor elmegyünk mondjuk Olaszországba vagy Spanyolországba, és látjuk azt, hogy a földeken megállás nélkül öntöznek, és olyan technológiát használnak, amely kevesebb víz felhasználásával is ugyanazt a hatást tudja elérni, és vízesen tudja tartani a földet. Be kell látnunk, hogy a klímaváltozással óriási nagy változás van Magyarországon is, és ehhez az kell, hogy víz minden hova jusson. Most jelen pillanatban nagyon egyenlőtlenül van elosztva ez az arány Magyarországon, van, ahol nagyon sok víz van,
nagyon sok vizet tudnak felhasználni, valahol pedig egyáltalán nem érhető el a víz, tehát megvásárolhatná a gazda az infrastruktúrát, akár kormányzati, akár uniós támogatásból, de nem tud vizet hozzá csatolni, így igazából nem tudja felhasználni az eszközöket. A mi feladatunk az, most leginkább ebben a témában, hogy az uniós pénzek kapcsán eljutassuk mindenki számára azokat a lehetőségeket, amelyek az elkövetkezendő 4 évben lehetőségként meg fognak jelenni, és infrastruktúrális fejlesztést tudnak ezzel majd eszközölni. Mellé pedig a kormányzat ezt a csatornarendszert és ezt a vízgazdálkodási rendszert kiépíti, sőt már elkezdte kiépíteni, hisz ez egy hosszú-hosszú folyamat, hogy mindenkinek lehetősége legyen rácsatlakozni ezekre a vízgazdálkodási helyszínekre, és onnantól már kezdve ne legyen az probléma, hogy akár eszköz vagy bármiféle infrastruktúrális hiánya legyen. Tehát nekünk most a legfontosabb az, hogy majd az érkező alprogramokkal, amikor kijönnek ezek a források, a gazdákat megkeresve tudjuk nekik ajánlani azokat a lehetőségeket, amelyekből ők tudnak majd eszközt vásárolni. Egyértelmű, hiszen tudjuk, hogy Magyarország Európában az az ország, ahol több vizet adunk ki, mint ami bejön, ami azt hiszem, hogy ez mindenképpen változnia kell, és ehhez a hatékony öntözőrendszer elengedhetetlen segítség. Megérkeztünk a KAP-hoz. A közös agrárpolitika azt hiszem, hogy 2027-ig biztosítja azt, hogy globálisan is elfoglaljuk újra azt a helyet, ami itt a válságokán egy kicsit visszaesett már, mint a mezőgazdaságban. Ez vonatkozik a növénytermesztésre és az állattenyésztésre egyaránt, de az élelmiszeriparra nem különben. Hogy lehet ezt úgy hatékonyan felhasználni, ezt a, én azt mondom, hogy nehéz lenne leírni ezt a több mint 8000 milliárd forintot, ami a kormány segítségével, illetve az unió segítségével megérkezik? Kicsit távolabbra indítanék, beszéljünk a KAP-ról. A KAP, hogy mi a KAP? Mert ugye mindig ez hogy a közös agrárpolitika. A közös agrárpolitika lényege az, hogy látnunk kell azt, hogy az Unióban azért van terület, ami igazán jól tud működni, az az agrárpolitika. Hiszen itt mondhatjuk el, hogy vannak érdekkülönbségek országok között, ugye területi fekvésüknél és a termények lehetőségénél fogva is, de hogy egy-két nagyon fontos kitörési pont, az mindenki számára egyértelmű. Az első és a legfontosabb az, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszert kell termelni az Európai Unióba, amelyet itt is kell tartani. Ennek az a letéteménye, hogy olyan kemikáliákat használjunk, amelyek nem ártalmasak az egészségre. Éppen ezért mondhatjuk el azt, hogy az Európai Unióban van a legszigorúbb szabályozás a vegyipari termékeket és a felhasznált vegyipari termékeket illetően, ami egyébként versenyhátrányt okoz minden más világban termelődő más terménnyel kapcsolatban. Hiszen látjuk azt, hogy azok a kemikáliák, amit használnak mondjuk esetleg Dél-Amerikában vagy Ázsiában, azok fokozottan és bizonyítottan veszélyesebbek, ártalmasabbak lehetnek az emberi szervezetre, viszont sokkal hatékonyabban tudnak nagyobb mennyiséget előállítani, ezáltal dömpingárral tudnak részt venni az Európai Unió beérkező gabonaiparába, vagy akár bármilyen élelmiszeriparába. Ezt szeretné az Unió megállítani, és azt szeretné, hogy belül megtörténjen minden olyan élelmiszer előállítása, ami biztosítja az európai emberek számára a jó minőségű élelmiszert. Ebben mindenki egyetért. Tehát, hogy azért kellett egy ilyen közös agrárpolitikát kialakítani, mert ebben mindenki egyetért. Mi egy picit tovább mentünk. A magyar kormány azt is mondta, hogy a magyar kormány hajlandó pénzt áldozni erre, ezekre a célokra, és szeretné azt, hogy minden egyes Európai Unióból érkező forint mellé még 0,8, pontosabban 80 fillért hozzátesz, tehát hogyha kicsit egyszerűbben mondom, tehát 100 forinthoz még 80 forintot a magyar kormány az agrárminisztériumon keresztül hozzátesz, tehát gyakorlatilag megduplázza ezeket a pénzeket. Ez okozott némi érdekkülönbözetet és harcot, de ezt agrárminiszter úr megvívta, és aztán végül is be is került a nagy európai közös agrárpolitikába, tehát támogathatja a kormány az agráriumot. Ezzel került, lett ebből ez a 8000 milliárd forint, amelynek az az óriási nagy előnye, hogy
ami nem csak területalapú támogatásokat tartalmaz, amiket mindenki megkap az Unióban, hanem ugye lesznek olyan alprogramok, amelyek kiírásra kerülnek. És ez teljesen egyedülálló módon más kohéziós alapokhoz képest, amikről most sokat hallunk a tévében, ezek a pénzek rendelkezésre állnak, és ezek a pályázatok felülről nyitottak. Tehát, hogy egy olyan hihetetlen lehetőséget ad, hogy aki pályázik, az nyerni fog. Tehát az az agrár szereplő, aki pályázik, beadja a pályázatát és azt megcsinálja, ő ezt a támogatást meg fogja kapni, mivel nincsenek határok, nem fog 3 nap, 1 hét alatt elfogyni ez az összeg. Viszont tartalommal kell megtölteni, nyilvánvaló. Nyilvánvalóan, hogy a másik nagyon fontos, hogy el kell mennünk abban az irányba, amiről beszéltünk, hogy az innováció, a precíziós gazdálkodás legyen a szempont, hiszen hogyha egy pici kritikával kell illetnünk a magyar agráriumot, akkor az egyik nagyobb kihívásunk, legnagyobb kihívásunk most az, hogy a technológiai háttér az jóval elmaradottabb. Nem csak sajnos a holland vagy nyugat-európai jó, erős agráriummal bíró országokkal szemben, hanem sajnos például Lengyelországgal szemben is, hiszen a lengyelek már egy 5-8 éve elkezdték használni azokat a precíziós technikákat, amelyek sokkal kisebb ráfordítással, sokkal nagyobb hasznot hoznak. Ez csak technikai fejlődés kérdése. Ugye ez bizonyos értelemben pénzkérdés is volt mindez idáig, és ráadásul a hazai birtokviszonyok is teljesen mások, és pontosan ezért, tehát nekünk nem Hollandiát kell másolnunk semmiképpen, vagy Belgiumot, hanem odafigyelni arra, hogy a 30-35 aranykoronás földjeinken, hogy milyen termény vethető és aratható, mert azt hiszem, hogy ez kulcskérdés mindenképpen. És itt természetesen folytatjuk, itt de felfigyeltem rá, hogy, ugye, hogy figyeljünk a kemikáliákra és így tovább. Ugye most már megjelent a hír, és talán döntés is születik az ukrán búza helyzetében. Ugye az ukrán búza átutazóban volt, fogalmazzunk így, Magyarországon, aztán itt maradt. És kiderült, hogy a jó részt amerikai segítségnek köszönhetően, hiszen tudjuk, hogy az ukrán földek egy bizonyos nagy százalék amerikai tulajdonban van, és amerikai eszközrendszerrel művelik. Tehát az a búza bizonyos százaléka, ezt még nem tudjuk pontosan, hiszen megkezdődtek a mérések, egyszerűen az Unióban használhatatlan lenne. Ez ellen mit tudunk tenni? Tehát itt most azon felül, hogy mindenki megszólal ez ügyben, hiszen a gazdákat ez olyan értelemben is érinti, hogy a 121-néhány ezer forintos tonnánkénti búza ár az lement most már 80-ra, ami az alapköltséget sem meríti ki. Igen, egy nagyon nehéz kérdés állunk szembe, hiszen úgy ment le a búza ára, hogy gyakorlatilag a tavalyi, tudjuk, hogy a tavalyi termés az sokkal rosszabb volt, mint azt még gondoltuk is volna, és pont a búza árának a hihetetlen növekedésével számolt mindenki, pont azért, mivel kevesebb búza van, kereslet kínál a törvény alapján, a gazdák is azt gondolták, hogy magasabb búza ára számolnak, ezért ők azzal is számoltak. Ennek ellenére a beérkező ukrán gabona, amely igen, először csak transportként érkezett volna, aztán valahogy itt maradt, és elkezdték feldolgozni, jól meglátva benne ugye a gazdasági lehetőséget, lenyomta az árat. A nagyon nagy probléma azzal van, amiről beszéltünk, hogy ennek a búzának a minősége az meg sem közelíti az Európai Unióban, akár Magyarországon termett búzának a minőségét. Nem beszélve arról, hogy tudjuk azt, hogy nem csak a kemikáliákról, hanem a génmódosított élelmiszerekről is nagyon-nagyon komolyan és szigorúan gondolkozik az Unió, és ebben úgy Magyarország is. És ez már, és ez Amerikában sem kérdés, tehát mind a kemikáliák, mind pedig a génmódosítás kérdése, az mondhatjuk azt, hogy nagyon liberális gondolkodásmóddal bír az USA-ban is, tehát ők valahogy ezzel nem nagyon foglalkoznak, és hát látjuk azt, hogy az Ukrajnában megtermelt gabona pont ezen a gondolatmenet mentén termelődik, és érik, és fejlődik, és a szolidaritás kérdése nagyon fontos, próbálunk segíteni Ukrajnának, de ezzel a saját egészségünket veszélyeztetjük jelen pillanatban, és alapvetően az ukrán gabonának a vámmentessége az onnan indult, hogy ezek majd eztán Afrikába, azokba az országokba fognak elkerülni, ahol tényleg nagyon nagy szükség van élelmiszerre, mert éhínség veszélyezteti pont emiatt az ott élőket. Ennek ellenére vannak olyan gazdasági szereplők európai szinten is, akik ebben meglátták a lehetőséget, és hirtelen ezek felvásárlásával kezdtek el foglalkozni. Én azt gondolom, hogy itt összefogásra van szükség. Azt látom, hogy
hogy a kelet-európai szereplők ebben már össze is álltak, még azok a lengyelek is, akik egyébként pont az ukrán kérdésben mindig egy nagyon szigorú álláspontot és a szolidaritás legszigorúbb vagy legfontosabb elemei mentén próbálnak érvelni. Most ők is azt mondták, hogy ezt, ennek most megállt kell parancsolni. Én azt gondolom, hogy, hogy heteken belül ebben döntés születhet, és egy olyan nyomásgyakorlást kell helyezni az uniós döntéshozókra, hogy ezen változtatni kell. Ahogy Csehország, Szlovákia, Románia, mindenki velünk van, tulajdonképpen még Hollandia is, pedig ugye ők más álláspontot képviselnek. Térjünk vissza akkor egy kicsit a hálózatra, a pályázati források, illetve a lehetőségek. Tehát kitárul a világ ilyen értelemben, hogy lehet ezt eredményesen meghirdetni azokat a pályázatokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság felszálló ágba kerüljön ismét. Nagyon fontos, hogy ezek az alprogramok, ezek a pályázatok olyan metodikával kerülnek kiírásra, amelyeket az elmúlt két évben azért komolyan monitoroztak a gazdák körében is. És hát valljuk őszintén, hogy egy nagyon picit tágítani kell a gazdáknak a komfortzónáját is, hiszen amiről beszéltünk is, sokan azért kicsit távolabbról és kicsit óvakodva nézik azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyek a gazdaságokba érkeznek. Tehát a mi feladatunk pont az lesz, hogy fórumokkal, egyeztetésekkel, folyamatos kapcsolattartással meggyőzzük a gazdákat arról, hogy igenis érdemes olyan technikákra költeni, és nem kell, hogy kimerüljön a pályázati lehetőség a hatodik traktor megvásárlására, hanem igenis lehet, hogy drónokkal, lehet, hogy olyan traktor kiegészítőkkel kell kicsit foglalkozni, és olyanokba kell fektetni, amelyek tőlük egy kicsit messzebb állnak, viszont a megtérülést az sokkal-sokkal-sokkal jobban fogják szolgálni az ő számukra is. Tehát a mi feladatunk az lesz, hogy meggyőzzük őket, és különböző fórumokkal és megbeszélésekkel, a nagykal együttműködve tudjuk biztosítani számukra az információt. Azt kell tudni, hogy a KAP-ban három tanácsadói hálózat jön létre. Ugye a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, mint a legrégebbi hálózat biztosítja ezeket a fórumokat, azokat az információs csatornákat, hollap, különböző médiákban való szereplés. Lesz a NAC-nak egy ilyen szakmaibb hálózata, tehát a NAC-hoz, ha bárki bemegy, akkor megkapja azokat az iránymutatásokat, hogy melyik pályázat hogyan, milyen feltételekkel tud számára segíteni, illetve a NAIC-nál lesz egy olyan innovációs technológiai stáb, aki pont abban tud segíteni, hogy el tudja magyarázni a gazdának azt, hogyha kivált egy eszközt egy másik sokkal precízebb eszközre, akkor az milyen hatékonyságnövelést fog a számára hozni. Ők lesznek egy ilyen innovációs lába, csapata ennek az agrárpolitikának. Tehát ez a három hálózat fog együttműködni, és próbálja majd mindenkihez eljuttatni az információkat. Én azt gondolom, hogy itt tényleg ez a lokális szerep lesz a legfontosabb, hogy mindenkihez el kell jutni, és mindenkit meg kell győzni arról, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljen. Érdeklődéssel várjuk, az nem lehet kétséges, hogy a 21. század kulcsszava az agrárgazdaságban is az innováció. Tamás, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és természetesen majd beszámolunk a további történésekről, hiszen lesz dolga bőven itt áprilisban, májusban az agrárgazdáknak is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Vendégem a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat területi vezetője Molnár Tamás volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.